József még csak 17 éves volt, a többi testvére pedig már mind felnőtt ember. Pásztorok voltak, és Jákobnak, édesapjuknak juhaira vigyáztak. József volt édesapjuk kedvence, s hogy ezt kimutassa, Jákob egy különleges ruhát adott neki, amely általában a legidősebb fiút illette meg. Testvérei féltékenyek lettek. A gyűlölet olyan magasra csapott szívükben, hogy egy jó szavuk sem volt Józsefhez. A féltékenység és a gyűlölet bűn Isten szemében. Isten fia, az Úr Jézus Krisztus mondta, hogy gyűlölni valakit olyan, mintha megölnénk őt. A helyzet még rosszabbra fordult, amikor József elmondta testvéreinek, hogy mit álmodott. Abban az időben Isten néha álmokban jelentette ki, mi történik majd a jövőben. A mezőn voltunk, és kévéket kötöttünk, mondta. Az én kévém egyenesen állt, a tiétek pedig meghajlott előtte. Testvéreit elöntötte a harag. Még jobban meggyűlölték öccsüket. Talán arra gondolsz, hogy majd uralkodsz felettünk? Kérdezték. József második álma hasonlított az elsőhöz, és ezúttal az édesapjának is elmondta, csak úgy, mint testvéreinek. A testvérek megteltek irigységgel. Bizonyára felismerték, hogy ezek az álmok jelentenek valamit, de nem tetszett nekik. Nem tudták elfogadni, hogy Istennek különleges terve van József életével. Jákob nem tudta, mit gondoljon fia álmairól, ezért megdorgálta Józsefet, de továbbra is azon töprengett, mit jelenthetnek azok. József testvérei gyakran messze terelték a nyájat, hogy elegendő legelőt találjanak. Ilyenkor akár 70 kilométerre, egészen Sikemig is elmentek. Jákob elküldte Józsefet, hogy látogassa meg őket. Eredj és nézd meg, jól van-e a nyáj, és jól vannak-e testvéreid. Aztán gyere vissza, és mondd el nekem, szólt. Mikor József megérkezett Sikembe, testvéreit sehol sem látta. Még kereste őket, időn egy férfi szólította meg. Mit keresel? A testvéreimet keresem, mondta József. Meg tudná kérem mondani, hol legeltetik a nyájat? Itt voltak, de úgy hiszem lementek Dótánba. Hallottam, ahogy erről beszélgettek. Később, amint József közeledett testvéreihez, még semmit sem sejtett gonosz tervükről. Mikor testvérei látták, hogy közeledik, tanakodni kezdtek. Itt jön az álmodó! Öljük meg, és dobjuk egy kútba! Azt mondjuk majd, hogy vadállatok tépték szét. Aztán meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Ó, milyen gonosz szívük volt! A bűn szörnyű dolog. Bűnös gondolataink bűnös tettekre visznek minket. De Isten Józseffel volt. A testvérek terve nem tudta megakadályozni Istent abban, hogy véghez vigye, amit elgondolt. Az élő és igaz Isten hatalmasabb és erősebb az embereknél. Ha már hiszel az Úr Jézusban, mint megváltódban, akkor Isten veled van, és mindig bizonyos lehetsz jelenlétében és segítségében. Rúben, a legidősebb testvér nem egyezett bele, hogy Józsefet megöljék. Ne öljétek meg! Dobjátok csak abba a kútba! Kérte őket. Szándéka az volt, hogy később kiszabadítja Józsefet, és hazaviszi. Megegyeztek hát, és amikor József odaért, durván megragadták, a szép ruhát lehúzták róla, és a kiszáradt kútba eresztették le öccsüket. Elképzelhetitek, mennyire meg volt ijedve József, hiszen nem tudta, mi lesz vele. Könyörgött testvéreinek, hogy engedjék szabadon. De szívtelen testvérei
nem figyeltek rá, és leültek enni. Amint falatoztak, embereket és tevéket láttak közeledni. Izmaelita kereskedők voltak, akik Egyiptomba tartottak. Ott adták el fűszereiket és illatszereiket. Júda, az egyik testvér ezt javasolta. Mi haszna, ha megöljük testvérünket, és megpróbáljuk elrejteni a vétkünket? A mi testünk és vérünk adjuk el az izmaelitáknak. A többiek mind remek ötletnek találták, és gyorsan kiemelték Józsefet a kútból. Ez jó lehetőség volt arra, hogy megszabaduljanak tőle. Szokásban volt, hogy fiúkat eladjanak rabszolgának, így hamar megkötötték a vásárt. Az izmaeliták 20 ezüstpénzért vették meg Józsefet. Erről eszembe jut valaki, akit egy rabszolga árán adtak el. Isten fia, az Úr Jézus Krisztus volt az. Egyik tanítványa árulta előtt, később pedig halálra ítélték. Az Úr Jézus tökéletes életet élt, és sohasem vétkezett. Aztán, ahogyan Isten eltervezte, sokat szenvedett, és meghalt, érted? Bűneid büntetését magára vette, de feltámadt a halálból. Ami Józseffel történt, az is mind benne volt Isten tervében. Isten megengedt furcsa és ijesztő dolgokat gyermekei életében. Gyakran ezeken az eseményeken keresztül formál minket tetszésére. Szüntelenül bíznunk kell benne. Rúben, aki, amint emlékeztek, ki akarta szabadítani Józsefet, hogy hazavigye, nem volt ott, amikor testvérei eladták. Később, amikor visszajött, nagyon megijedt, mert látta, hogy a kút üres. Megszaggatta ruháját, ami abban az időben a bánat kifejezése volt. József eltűnt, kiáltotta. Most mit csináljak? Gonoszságukban a testvérek semmit sem szóltak József eladásáról. Sőt, egy kecskebakot öltek meg, vérébe belemártották József ruháját, és hazavitték édesapjuknak. Ezt találtuk, hazudták, amint átadták a ruhát Jákobnak. Nézd meg, fiad ruhája-e, vagy sem? Jákob szíve összetört. Igen, fiam ruhája ez. Egy vadállat széttépte. Jákob megszaggatta ruháját, zsákruhába öltözött, és gyászolt a fiát. Gyermekei igyekeztek megvigasztalni, de fájdalma igen nagy volt. Halálomig fogom őt gyászolni. Semmit sem találtak túl rossznak ezek a testvérek. Féltékenyek voltak Józsefre, gyűlölték, gyalázatosan bántak vele, becsapták apjukat, és nagy bánatot okoztak neki. Sőt, mi több, a mindenható Isten ellen vétkeztek. Ahogy József testvérei is tették, lehet, hogy te is haragszol, és féltékenykedsz a testvéredre. Talán becsaptad szüleidet, és hazudtál nekik. A Bibliában, a rómaiakhoz írt levél 3. rész 23. versében Isten kijelenti, hogy mindenki vétkezett. Ebben te is, én is beletartozunk. Az Úr Jézus Krisztus mondta, hogy bűnös gondolatok, szavak és cselekedetek a szívünkből származnak. Amit teszel, amit mondasz, vagy ahogyan gondolkodsz, megmutatják, milyen ember vagy. Milyen vagy valójában? Nem könnyű beismerni, hogy rosszat tettél, de a Bibliában Isten kijelenti János első levele első rész 9. versében, hogy megbocsát és megtisztít minden bűntől, ha megvallod előtte azokat. Isten azt is mondta, hogy igazán meg kell bánni bűneidet, és meg kell térned, vagyis el kell fordulnod a bűneidtől.
Amint József az izmaelitákkal utazott Egyiptom felé, biztosan Kánaánban maradt édesapjára is gondolt. Talán azon is gondolkozott, vajon Isten miért engedte meg, hogy így bánjanak vele. Biztosan gondolt a jövőre is. Mi lesz vele? Hazakerül-e még valaha? El tudjátok képzelni, hogyan érezte magát? Mikor Egyiptomba érkeztek, Józsefet rabszolgának adták el Potifárnak, egy gazdag katonának. Potifár a testőrség parancsnoka volt az egyiptomi királyi palotában. Minden olyan idegen volt József számára. Ez a csodaszép ház nagyon különbözött az ő sátruktól. Otthon édesapja kedvenc fia volt, itt csak rabszolga. József most egy olyan országban lakott, ahol nem ismerték az élő igaz Istent. Az egyiptomiak a napistent imádták, olyan Istent, amelyet emberek készítenek, amely nem látott, nem hallott, nem beszélt. Nem volt könnyű. De József úgy határozott, hogy hűséges lesz édesapja Istenéhez, aki teremtette és fenntartja a mindenséget. Eldöntötted már, hogy az Úr Jézusnak élj otthon, az iskolában és mindenütt, még akkor is, ha családod vagy barátaid ezt nem akarják? József szorgalmasan dolgozott Potifár házánál, és Isten mindenben megáldotta. Potifár hamarosan rájött erre, és Józsefre bízta házát és mindenét, amije volt. Igen, Isten Józseffel volt, és tervét véghez vitte az életében. Veled is terve van, ha az ő gyermeke vagy. Bíz benne teljes szívedből, és engedelmeskedj neki szüntelen. József elég jóképű volt, és ahogy a házban dolgozott, megtetszett Potifár feleségének. Kívánsággal nézett rá, és arra kérte Józsefet, háljon vele. József elutasította. Az én uram mindennek gondviselőjévé tett, és semmit sem mond meg tőlem, csak téged, mert a felesége vagy, mondta neki. Hogyan követhetnék el ilyen nagy gonoszságot és bűnt Isten ellen? Tudta, hogy bűn másnak a feleségét megkívánni, és annak ellenére, hogy Potifár felesége naponta kérlelte őt, József nem hallgatott rá. A kísértés mindig jelentkezik azoknál, akik az urat akarják követni, és neki akarnak tetszeni. Az ördög mindent megtesz azért, hogy Isten ellen vétkezz, és bizonyságtételedet tönkre tegye. De igéjében, a Bibliában Isten kijelenti, hogy nem kell vétkezned. Amikor az ördög megkísért, gondolj Isten szavára, a Jakab levele 4. rész 7. versében. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Engedd meg Istennek, hogy szent lelke irányítsa életedet. Néha el kell futnunk attól az embertől, vagy dologtól, amely kísértést jelent nekünk. József is ezt tette. Egy nap, amint bement a házba, hogy munkáját végezze, Potifár felesége megragadta őt ruhájánál fogva, és újból kérte, hogy háljon vele. Ő azonban gyorsan kiszaladt a házból, maga mögött hagyva köpenyét. Potifár felesége meggyűlölte Józsefet, és elhatározta, hogy bosszút áll rajta. Magához rendelte szolgáit, és azt mondta nekik, ez a héber bejött hozzám, hogy velem háljon, de amikor kiabálni kezdtem, kiszaladt, és ruháját itt hagyta. Magánál tartotta a ruhát addig, amíg Potifár, a férje haza nem jött, és neki is ugyanazt mondta. Mivel Potifár szerette feleségét, és nem gondolt arra, hogy hazudik, mindent elhitt neki, és nagyon dühös lett.
Azután Józsefet abba a börtönbe záratta, ahol a fáraó fogjai voltak. Nagyon nehéz lehetett Józsefnek, hogy olyasmiért kellett szenvednie, amit el sem követett. Ez emlékeztet az Úr Jézusra, akit mások bűnéért büntettek meg. Ézsaiás könyve 53. rész 5. versében a következőket olvassuk. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Isten fia, Jézus Krisztus azért jött a mennyből, hogy a megváltód legyen. Mikor a kereszten meghalt, azt a helyet és büntetést vállalta, amit te érdemeltél volna meg. Halála és feltámadása Isten tervének része volt, hogy téged kibékítsen önmagával. Ez akkor történik meg, ha igazán megbánod a bűneidet, és hiszel Jézusban, mint megváltódban. József és a börtönőr hamarosan jó barátok lettek, és a foglyok gondviselőjévé tette Józsefet. József megtapasztalta, hogy Isten a nehézségek közepette is megáldja azokat, akik neki engedelmeskednek. Nem sokkal később az egyiptomi király két szolgáját vetették börtönbe. Az egyik a fősütőmester volt, a másik pedig a főpohárnok. Egy éjszaka mindketten különös álmot láttak. Másnap reggel, látva szomorúságukat, József megkérdezte őket, mi történt. Úgy tűnt, az egyiptomiak is hittek abban, hogy az álmoknak jelentésük van, de ki az, aki megmagyarázza? Egyedül Isten az, aki tudja az álmok értelmét, mondta József. Mondjátok el, mit álmodtatok? A főpohárnok volt az első. Álmomban egy szőlőtőt láttam, három szőlővesszővel, amelyek kivirágoztak és fürtöt érleltek. A szőlőszemeket a fáraó poharába csavartam, és a poharat a fáraó kezébe adtam. A három vesszőszál három nap, magyarázta József. Három nap múlva a fáraó kivált téged a börtönből, és újra szolgálod őt. De miután kiszabadultál, kérlek, ne feledkezz meg rólam, és mondd el a fáraónak, hogy erőszakkal hoztak el engem hazámból, és itt sem cselekedtem semmit, amivel kiérdemeltem volna a börtönt. Beszéld rá, hogy kiszabadítson, kérlelte József. Mikor a fősütőmester hallotta a jó értelmezést, ő is előadta álmát Józsefnek. Három kosár volt a fejemen. A felső kosárban voltak a fáraó süteményei, a madarak pedig csipegették azokat. József újból magyarázni kezdett. A három kosár három nap. Három nap múlva a fáraó fejedet véteti, fára akasztat, és a madarak fogják enni húsodat. Három nap múlva a fáraó születésnapját ünnepelték, és bekövetkezett, amit József mondott. A főpohárnok visszakapta szolgálatát, a fősütőmestert viszont kivégezték. De a főpohárnok megfeledkezett Józsefről. Még két évet kellett Józsefnek a király börtönében tölteni. Két év nagyon hosszú idő, különösen a börtönben. De Isten nem feledkezett meg róla. Gyakran megtörténik, hogy barátaink megfeledkeznek rólunk, nem tartják be ígéretüket, másokkal barátkoznak, és minket elhagynak. Ezt nem könnyű elviselni. De Isten azt mondta, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. József hitt Istenben, és türelmesen várt rá. Tovább dolgozott a börtönben, és bízott abban, hogy mindent Isten irányít. Két év telt el. Isten ideje elérkezett, hogy kiszabadítsa Józsefet a börtönből. A fáraó, Egyiptom nagy királya,
álmot látott. Lényegében két álmot látott egy azon éjszakán. Az elsőben 7 kövér tehenet látott feljönni a folyóból és legelni a mezőn. Aztán 7 nagyon sovány tehén jött fel, amelyek megették a kövéreket. A másodikban 7 kövér gabonakalászt látott egy száron felnőni, amelyeket 7 keleti széltől összeaszott gabonakalász követett. A 7 száraz gabonakalász felfalta a 7 kövéret. Reggel a fáraó kétségbe volt esve az álmok miatt. Magához rendelte Egyiptom minden bölcsét és varázslóját, hogy megmondják álmai értelmét. De közülük egy sem tudta megfejteni az álmok titkát, amiből nagy baj lett. Ha a király úgy akarja, akkor ezeket mind börtönbe vagy akár halálba is küldheti. Néma csend volt. Aztán a főpohárnoknak eszébe jutott valaki. Az a héber férfi gondolta, meg tudja fejteni a fáraó álmát. A fáraóhoz lépett. Emlékszem, amikor a fáraó megharagudott rám és a fő sütőmesterre, mondta. A fáraó börtönbe vetett bennünket, ahol mindketten álmot láttunk. Ott volt Potifárnak egy héber szolgája is, aki meg tudta magyarázni álmaink értelmét, és minden úgy is történt, ahogyan ő megmondta. Mikor a fáraó ezt hallotta, azonnal Józsefért küldött. Gyorsan előhozták a várbörtönből, megborotválkozott, ruhát cserélt, és sietett a palotába, hogy a fáraó színe előtt megjelenjen. Álmot láttam, mondta a fáraó, de senki nem tudja megmagyarázni. Úgy hallottam, hogy te értesz az álmokhoz, és azok értelmének megfejtéséhez. Én nem vagyok képes rá, erre egyedül Isten képes, válaszolta József. Isten fog a fáraónak választ adni. József figyelmesen hallgatta a fáraót, amint álmait elmesélte. Amint befejezte, József magyarázni kezdte az álmok értelmét. Mindkét álomnak egy a jelentése, mondta. Isten megjelenítette a fáraónak, mit akar tenni. 7 éven át csodálatos termés lesz, amit viszont 7 nagyon száraz év követ, amikor semmit sem fog teremni a föld. A kettős álom pedig azt jelenti, hogy Isten hamarosan véghez viszi, amit elgondolt. Majd József néhány tanácsot adott a fáraónak. Válasszon ki a fáraó egy nagyon bölcs férfit, és tegye azt Egyiptom főemberévé. A 7 bőséges év alatt raktározzák el a termés 1/5 mindaddig, amíg a 7 szűk esztendő el nem érkezik, így aztán az emberek nem fognak éhezni. A fáraónak tetszett József válasza. Bizony, nem találhatnék nála bölcsebb embert, mivel Istennek lelke van benne, mondta szolgáinak. Igen. Isten volt Józseffel, még a legnehezebb időkben is, és olyan emberré formálta, akit később fel tudott használni. Isten téged is fel akar használni, ha már Jézus Krisztus a megváltód. Ne hátrálj meg, ha mások kinevetnek, vagy ha a dolgok rosszul mennek. Fontos vagy Istennek. Szeret téged, és azt akarja, hogy szüntelen bíz benne, és engedelmeskedj neki. Gondoskodik rólad, és meglátod, milyen csodálatos terve van az életeddel. A fáraó parancsolt szolgáinak, hogy öltöztessék fel Józsefet drága ruhákba, aztán saját gyűrűjét húzta fel József ujjára annak jeléül, hogy fejedelemmé tette Egyiptom felett. Amint Józsefet végigvitték a fáraó szekerén, mindenki meghajolt előtte. De Józsefet ez nem tette büszkévé, mert tudta, hogy mindezt Isten cselekedte. A fáraó feleséget is adott neki,
akitől később két fia született, Manassé és Efraim. Isten tervezte el József életútját, és mikor a körülmények megnehezedtek, bízott Istenben, és engedelmeskedett neki, és most Isten megáldotta, és csodálatosan felhasználta. Szeretnéd, hogy Isten téged is használjon? Meg fogja tenni, ha már ismered az Úr Jézust, mint megváltódat, ha hiszel benne, és engedelmeskedsz neki. József, mint Egyiptom miniszterelnöke, beutazta az országot, és az élelmet a raktárakba gyűjtötte. Olyan sok volt, hogy számba sem tudták venni. A 7 év elteltével nem termett több gabona. Mikor pedig az élelem elfogyott, a népet Józsefhez irányították, aki megnyitotta előttük a raktárakat. Jákob, József édesapja már megöregedett, és Benjamin kivételével mindegyik testvére megházasodott, sőt, már gyermekeik is voltak. Így hát nagy gondot okozott nekik az éhínség. Most mit csináljunk? Kérdezték. Nem sokára elfogy az élelmünk. Menjetek el Egyiptomba, és vegyetek élelmet, mondta Jákob. Úgy hallottam, hogy ott van élelem. Több napi utazás után József előtt álltak. Azonnal felismerte őket, ők viszont nem ismerték meg öccsüket. József durván beszélt hozzájuk egyiptomi nyelven, tolmáccsal. Visszaemlékezett a régi álomra és arra, hogyan bántak vele a testvérei. Meg akarta tudni, hogy megváltoztak-e, vagy még mindig a régiek. Honnan jöttetek? Kérdezte. Kánaán földjéről, hogy élelmet vegyünk, felelték. Nem igaz, mondta durván József. Azért jöttetek, hogy kémkedjetek utánunk. Nem, uram, mi nem vagyunk kémek, mi egy atyának vagyunk a fiai. Nagyon megijedtek. A legfiatalabb testvérünk otthon van, egy pedig meghalt, folytatták. Én azt mondom, kémek vagytok, de egy lehetőséget adok nektek, hogy az ellenkezőjét bizonyítsátok. József 3 napig fogságban tartotta őket, aztán pedig így szólt hozzájuk. Egy közületek itt marad, a többiek pedig hazamehetnek a gabonával, de hozzátok el a legkisebb testvéreteket. Ezzel bizonyíthatjátok, hogy igazat mondotok. Nem gondolva arra, hogy József érti őket, testvérek beszélgetni kezdtek egymás között. Testvérünkért ér minket a büntetés, mert nem törődtünk vele, amikor könyörgött. Rúben, aki meg akarta menteni Józsefet, vádolta a többieket. Megmondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a fiú ellen, de nem hallgattatok rám. Most pedig felelnünk kell azért, amit tettünk. József pedig elfordult tőlük, és sírni kezdett. Szerette testvéreit, és nem örült szomorúságuknak, de tudta, hogy ha igazán megbánták volna bűneiket, életük megváltozott volna. Isten meg akarja változtatni a te életedet is. Szeret téged, de gyűlöli a bűnt, és ezért figyelmeztet, és arra kér, hogy fordulj el bűneidtől, és higgy az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltódban. Ha az Úr Jézus a szívedbe költözik, meg fogja változtatni életedet. Azért halt meg a kereszten, hogy elvegye bűneidet. Megbántad-e már igazán bűneidet? József visszajött a testvéreihez, és Simeont megkötöztette, aztán parancsot adott, hogy mindegyiknek a pénzét tegyék vissza zsákjukba, és az útra is adjanak nekik élelmet. Útközben, amint az egyik testvér kioldotta zsákját, hogy enni adjon Szamarának, meglátta a pénzt. Jaj,
Mit tett velünk Isten? Kiáltották félelmükben a testvérek. Ahogy hazaérkeztek, elmesélték Jákobnak, mi történt. Mikor pedig kibontották zsákjaikat, mindenki megtalálta saját pénzét. Jákob és fiai rettenetesen megijedtek. Megfosztottatok gyermekeimtől, mondta bánatosan Jákob. József halott, Simeon Egyiptomban maradt, most pedig Benyámint is el akarjátok vinni. Minden ellenem fordul. Bár csak tudta volna Jákob az igazságot. Az éhínség egyre súlyosabb lett. Menjetek Egyiptomba, és vegyetek élelmet, mondta Jákob. Benyámin nélkül nem mehetünk, magyarázta Júda. Ha nem visszük el, akkor nem vehetünk élelmet, és Simeon nem szabadul ki. Kérünk, engedd el őt velünk, én kezességet vállalok érte. Rendben van, ha kell, engedett Jákob. A pénzt is vigyétek vissza, talán tévedés történt. Mikor József meglátta testvérét Benyámint, megparancsolta a szolgáinak, hogy készítsenek vendégséget. A testvérek attól féltek, hogy ez a hatalmas uralkodó rabszolgákká akarja őket tenni a pénz miatt, amelyet a zsákjukban találtak. Ezért odamentek József házának felügyelőihez, és magyarázkodni kezdtek a pénzről. Minden rendben van, ne féljetek, mondta. A pénzeteket megkaptam. Isten tett kincset zsákjaitokba. Azután előhozott a Simeont a börtönből. Amikor József visszajött, a testvérek átadták ajándékaikat. Jól van atyátok? Kérdezte tőlük. Él még? Igen, jó egészségnek örvend, felelték. Benyáminra pillantva folytatta. Ez a kisebbik testvéretek, akiről beszéltetek? Aztán feléje fordult. Isten legyen kegyelmes hozzád, fiam! Nagyon szerette volna felismertetni velük magát, de még nem tehette. A testvéreket asztalhoz ültették életkoruk szerint, csodálkoztak is azon, hogy honnan tudja korukat a szolga. Ízlett nekik az étel, és lassan kezdték magukat jól érezni. A vacsora végeztével József utasította szolgáját, hogy töltse meg a zsákokat gabonával, pénzüket is tegye vissza, az ezüst poharát pedig helyezze Benyámin zsákjába. Viradatkor a testvérek útra keltek. József megparancsolta szolgájának, hogy kövesse és vonja kérdőre őket, amiért így bántak Józseffel, miután olyan jó indulatú volt velük szemben. Mikor a szolga kérdőre vonta őket, Júda felelt. Miért beszélsz így velünk? Isten megtiltotta, hogy ilyesmit tegyünk. A pénzt, amit a zsákunkban találtunk, visszahoztuk. Miért kellene urattól bármit is eltulajdonítanunk? Te is meggyőződhetsz róla, ha pedig valakinél megtalálod a poharat, az halljon meg, mi pedig uradnak szolgái leszünk. Júda biztos volt benne, hogy egyikük sem lopta el a poharat. A zsákokat átvizsgálták, és íme a pohár ott volt Benyámin zsákjában. A testvérek megrémültek. Benyáminnak meg kell halnia. Bánatukban megszaggatták ruháikat, és visszafordultak a városba. Mit tettetek? Kérdezte József a földre boruló testvéreitől. Nem gondoltatok arra, hogy titkok ismerője vagyok? Emlékeztek-e még arra, ki akart megszabadulni Józseftől? Igen, Júda volt az. Most neki kellett a felelősséget vállalnia. Nem tudta, mit mondja Józsefnek. Isten kiderítette a bűnünket, kiáltotta. Mind a szolgáid leszünk. Nem. Csak az, akinél a pohár volt. Júda tovább könyörgött Józsefnek. Kérlek, hadd beszéljek, ne haragudj!
amikor a családunk felől érdeklődtél, az igazat mondtuk el neked. Benyámin, atyám legkisebb gyermeke, akit nagyon szeret. Ha nélküle megyünk haza, atyánk meghal bánatában. Megfogadtam atyámnak, hogy hazaviszem őt, vagy vállalom a szégyent örökre. Kérlek, hadd maradjak én a te szolgád, és engedd a gyermeket haza apjához, mert nem tudnék szembenézni atyámmal nélküle. Talán érthetetlen, miért bánt József így testvéreivel. Megpróbáltam bosszút állni azért, ahogyan ők bántak vele? Nem. József szerette testvéreit, és azt akarta, hogy igazán bánják meg bűnüket, és változtassanak az életükön. Tudta, hogy Isten csak akkor áldja meg őket, ha megtérnek és elfordulnak a bűntől. Így van ez a te életedben is. Isten gyakran eseményeket használ fel arra, hogy rámutasson a bűneidre. Azt akarja, hogy akarj megváltozni. A testvérek most már igazán megbánták viselkedésüket, és József úgy érezte, eljött az ideje, hogy fölismertesse magát velük. Amikor arról hallott, hogy édesapja retteg a gondolattól, hogy Benyámint elveszíti, nem bírta tovább. Kiküldte szolgáit, és testvérei felé fordult. Könnyekre fakadt, és így szólt. Én vagyok József. Testvérei megrémültek. Jöjjetek közelebb, kérte őket. Ne féljetek, és ne keseregjetek a történtek miatt. Isten küldött engem ide, hogy sokak életét megmentsem. Menjetek gyorsan, és hozzátok el atyámat és családjaitokat Egyiptomba. Gósen földjén laktok majd, és én magam fogok gondoskodni rólatok. Amikor a fáraó értesült József testvéreiről, szekereket küldött segítségükre, hogy felköltöztessék édesapjukat és családjaikat Egyiptomba. A testvérek vidáman indultak hazafelé Egyiptomból. Mennyire boldog lehetett Jákob, amikor a fiai elmesélték neki, hogy József él, és hatalma van egész Egyiptom felett. Látva a szekereket, hitt a fiainak. Elmegyek, hogy meglássam Józsefet, mielőtt meghalnék, mondta nekik. Több mint 60 tagja volt már Jákob családjának. Amint Egyiptomba érkeztek, József bemutatta édesapját és testvéreit a fáraónak, aki örült a találkozásnak, és nekik ajándékozta Gósen földjét. Néhány év múlva Jákob meghalt, és Kánaán földjén temették el. A testvérek újból arra gondoltak, hogy József meg fogja bosszulni sérelmeit, ezért a következő üzenetet küldték. Halála előtt atyánk arra kért, hogy bocsáss meg nekünk, amiért rútul bántunk veled. József szemei megteltek könnyekkel. Még most sem értik, hogy már rég megbocsátottam. Aztán kedvesen így szólt hozzájuk. Ne féljetek, ti gonoszat terveztetek, de Isten mindent jóra fordított. Ő tervezte így el. Maradjatok nyugodtan, és én gondoskodni fogok rólatok. József nem tudhatta, de Istennek csodálatos terve volt Jákob családjával. Több száz év múlva Jákob egyik fiának, Júdának leszármazottjaként született meg az Úr Jézus Krisztus, Isten fia. Isten terve volt, hogy megmentse Jákob családját az éhínség idején. Az ő irányítása alatt történik minden, és ha az ő gyermeke vagy, akkor biztos lehetsz abban, hogy tökéletes terve van a te életedre is. Sokkal jobb annál, mint amit te tudnál tervezni magadnak. Engedd, hogy Isten vezesse életedet akarata szerint az ő dicsőségére.
ha eddig még nem kérted az Úr Jézust, hogy jöjjön a szívedbe és legyen életed megváltója, akkor tedd meg most, és higgy ő benne, hogy megszabadítson és tegyen hasznossá az ő számára.